Na sziasztok, következő könyvklub epizód. Nem hittem, hogy ilyen hamar jönni fogok nektek új résszel, de hát igen, egy kicsit elragadtattam magam. Először is, amit szeretnék megmutatni, az a Hopelessnek a következő része, a Losing Hope. Ha nem láttátok volna az előzőt, ahol ennek az első részéről beszéltem, a Hopelessről, akkor azt ide teszem nektek egy kis kártyára, le tudjátok csekkolni. Ez a könyv az első résznek egy kicsit átdolgozása, ugyanis a fiú szemszögéből van leírva az egész történet, és vannak benne naplóbejegyzések. Erről már az előző részben is beszéltem nektek, hogy a Colleen Hoover könyvekben mindig van valami visszatekintés, vagy jelenbeli utalás, hogyha az egész történet a múltban játszódik, vagy naplóbejegyzések, mint például ebben is. Alapvetően egy jó könyv, viszont ugyanazt olvasod az utolsó 50 oldalig körülbelül, mint amit egyszer már elolvastál a lány szemszögéből, úgyhogy annyira ettől én nem ájultam el, viszont az utolsó 25-50 oldal miatt megérte elolvasni, ugyanis a végén olyan információkra teszel szert, amit az első részből nem tudtál meg. Ami kifejezetten tetszik, ez nagyon vicces volt egyébként az egészben. Vannak benne nagyon rövid fejezetek, és az egész fejezeteken kívül vannak fél és háromnegyed fejezetek. Ez szerintem tök vicces volt, és egy kicsit feldobta az egész olvasási élményt. És a végére igazából azt lehet mondani, hogy nagyon szépen le lett zárva a két szereplőnek igazából a története. Ha elolvastátok a Hopelesst, és szeretnétek egy kicsit folytatni az élményt, akkor arra tökéletes. Ezután következhet ennek a két könyvnek a kiegészítő kötete, ami Finding Cinderella, vagyis magyar fordításban Hello Hamupipőke. Nagyon-nagyon kis cuki mini könyv, 157 oldal összesen. Ebben és az előző részben Sky és Holder a főszereplők, viszont ebben a könyvben Danielről és Sixről szól a sztori. És az ő történetüket írja le, amire utalás már talán az első részben is van. És mondtam Barbie-nak is, hogy nagyon érdekes, hogy ebben a mini 157 oldalban annyi fordulat és meglepetés van, mint néhány 300 oldalas regényben sincs. És ennek a legelején, azt hiszem, hogy 3 vagy 4 oldalon talán le van írva Colleen Hoovernek a saját története, ami még egy pici plusz, ami miatt annyira szívet melengető ez az egész történet, hogy fantasztikus. Ez még szerintem jobb, mint ez. Ezt mindenképpen olvassátok el szerintem. Nekem nagyon-nagyon tetszett. Két fantasztikus sorozat közé beszeretnék szúrni egy olyan könyvet, amiről normál esetben szégyelnék beszélni is, viszont muszáj elmondanom, hogy megóvjalak titeket egy ilyen élménytől. És ez nem más, mint Az idegen. Erről beszéltem már nektek szerintem, hogy mindenkinek vannak hibái, nekem az egyik az az, hogy imádok borító alapján könyvet venni, nagyon szeretem, hogyha extrém a borító, és ez egy kifejezetten vagány borító, így szerintem látjátok. Erdő van a háttérbe, és egy női arc teljesen beleolvad a felső fehér részben. Itt van alul egy olyan kis matrica, ami sajnos megvetette velem a könyvet, ami nem más, mint hogy Netflix saját gyártású sorozata. Hát ez bűnrossz volt, őszintén megmondom. Több szálon fut a történet, több szemszögből fut a történet, és egy darabig várod, hogy mi fog történni. Aztán amikor a közepe tájára érsz, akkor elkezded azt hinni, hogy megvan a sztori, és hogy tök izgi lesz, és a végén én olyan csalódottan tettem le. Jó, mondjuk az is hozzájárul, hogy az utolsó 30 oldalt olyan kínszenvedés volt végigolvasni nekem, hogyha ez a kedvenc könyvetek, akkor ne vegyétek magatokra, mindenkinek más az ízlése, nem tetszett mindenkinek ugyanaz, de én annyira szenvedtem, hogy befejezzem, hogy ezt elmondani nem tudom. Van a hátulján egy ilyen vélemény, hogy bámulatos thriller, hihetetlen izgalmakkal és hátborzongatóan életszerű cselekményekkel. Nekem nagyon unalmas volt, elmondani nem tudom, hogy mennyire. Az alapsztoria egyébként annyi, hogy vigyázat, spoiler, nem hiszem egyébként, hogy bárkinek kedve lenne ezután elolvasni, de muszáj elmondanom. Van egy csávó, akit a helyi bárban letámad egy idegen, és egy olyan információt mond el neki,
amiről nem tudott. A csávó elkezd ezután az információ után kutatni, feleségével kapcsolatos az információ, amikor számon kéri, akkor a csaj lelép, és annyira unalmas, kiszámítható szerintem, és a vége nagyon-nagyon rosszul van megoldva. Emlékszem rá, el tudnám nektek mesélni, de szerintem az se éri meg, úgyhogy az elmúlt pár hónapban, ami könyveket elolvastam, ez simán megkaphatja a legrosszabb értékelést, úgyhogy. És most, hogy ezen túl vagyunk, jöhet az a sorozat, amit a napokban olvastam, és igaz, hogy most egy kis szünetet tartok benne, viszont ha sikerül megszereznem a negyedik részét, ami igazából az ötödik, ezt majd mindjárt elmondom, hogy miért, akkor folytatom tovább. Erin Watt Royal család sorozatáról van szó. Az első része a Papírhercegnő, a második része a ez, amit itt láttok mellettem, és a harmadik része a Cifrapalota. Ez a három könyv alkot egy trilógiát, és ezen kívül van azt hiszem, hogy még három könyv, amik ilyen kiegészítő kötetek igazából. Az első rész az valami hihetetlen. Annyira más történet, mint amit mostanában bármikor olvastam, hogy kifejezetten üdítő volt olvasni, iszonyatosan másképp kezdődik. Tudjátok, általában van a főszereplő csaj és a főszereplő csávó, akik valahol találkoznak, aztán egymásba szeretnek, aztán húzzák egymást, aztán összejönnek. Na ez full nem így néz ki. Nagyon, úristen, annyira elmesélném nektek, hogy miről szól. A lényeg, amit szerintem elmondhatok, hogy az amerikai felső 10,000-hez van köze, és tegnap meséltem Bencének, nyilván ő nem fogja elolvasni ezeket, úgyhogy neki elkezdtem elmondani a cselekményt, és képzeljétek el, hogy még ő is rámoccant, hogy úristen, ez tök izgalmas lehet. Tele van olyan dolgokkal, amit egy átlagember soha a büdös életben nem fog tudni, hogy hogy működik, és hogy mit miért tesznek azok, akik valóban ott vannak a felső 10,000-ben. Nagyon izgi fordulatok vannak benne, nagyon drukkolsz a lánynak, több fronton is, és ami kifejezetten tetszik, hogy ez a trilógia, ez trilógiának lett tervezve, ugyanis az első és a második résznek is úgy lesz vége, mint egy sorozatnál az évadzáró, hogy venni akarod elő a következőt, mert tudod, hogy folytatódik a történet. Az első rész az nagy részt a lány szemszögéből van írva, a második rész nagy részt a fiú szemszögéből van írva, és a harmadik rész, a Cifrapalota, az teljesen felváltva van, tehát az ilyen 50-50. Mit mondjak, hogy egy kicsit még kedvet kapjatok hozzá? Tehát konkrétan elkényeztetett új gazdag gyerekekről, hát tinikről van szó, és az ő életvitelüket tudod egy kicsit jobban megnézni, viszont gimnáziumi környezetben, tehát benne vannak ezek az iskolai, nagyon aljas húzások is, iskolai szerelmek is vannak benne természetesen, viszont emellett van egy olyan oldala is a történetnek, ami mégiscsak visszarángat a földre, és nem nagyon tudok róla többet mondani, mert nagyon belemerülnék, és valószínű, hogy olyat mondanék, amit nem szabad. Ha valaki lemaradt eddig erről a sorozatról, mindenképpen olvassátok el. Nagyon függő típus vagyok, nagyon rosszul nézek sorozatot is, ugyanis rögtön kapcsolok a következőre. Ez is úgy nézett ki, hogy ahogy vége lett az egyiknek, muszáj volt elkezdenem a következőt, nagyon nehéz lerakni, iszonyatosan nehéz. Azt hiszem, hogy a három könyvet, ami az egy sorozatot alkotja, két nap alatt olvastam el, úgyhogy szerintem ez mutatja, hogy mennyire nagyon jó. És ezután igazából, hogy a trilógia lezárult, és a fő történet szálnak vége, jönnek a kiegészítő könyvek. Az első rész ezután a három és feledik rész, ami azt szerintem elmondhatom, hogy a fiú részéről öten vannak testvérek, mindenki fiú, és a következő részek, ha jól tudom, akkor mindegyik az egyiknek a nézőszögéből van. Nézőszögéből? Nézőpontjából van. Így lesz a helyes. A három és feledik rész az a legidősebb fiúnak, a Gideonnak a nézőpontjából van. Miért mindig ilyenkor kezdek el összekavarodni? 180 vagy 190 oldal, tehát az is egy viszonylag rövid könyv, és utána van még két rész, a negyedik és az ötödik, amit sajnos még nem sikerült elolvasni. Barbie azt mondta, hogy neki a három és feledik az már uncsi volt, tehát azt
vagy elolvastad, vagy be se fejezted. Azt mondta, hogy uncsi volt, szerintem tök érdekes volt. Nagyon új információt a főszereplőkről nem kaptál, akik az első három részben voltak, viszont a legidősebb srácról egy csomó olyan dolgot tudtál meg, amit eddig nem tudtál, és az az ő kapcsolatáról szólt, és szerintem tök menő volt. Szerintem azt elolvastam, a negyediket nem rendeltem már meg. Na, én meg fogom rendelni, mert engem érdekel. Van még két rész, azokat még el szeretném olvasni, viszont most tartok egy kis pihenőt, és most mást olvasok. A főszereplő, még visszatérnék egyébként a trilógiához, mert arról igyekeznék nektek egy kicsit többet mondani, hogy beleszeressetek a szereplőkbe, és utána egyértelműen olvasni fogjátok a többit is szerintem. A főszereplő csajnak nagyon nehéz élete van, 17 éves, viszont olyan dolgokon ment keresztül, amin sokan egész életükben nem. És így kezdődik igazából a papírhercegnőnek a története. Az a baj, hogy innen nem fogom tudni tovább mondani, mert túl sok lenne. Szerettem volna többet mondani, de nem fogok tudni, úgyhogy ennyi volt szerintem a mai rész. Ez lehet, hogy egy kicsit rövidebb, mint az eddigiek, viszont amit talán 7 könyvet mutattam most nektek, abból egyedül az idegen, amire azt mondom, hogy ne, mert az nagyon rossz volt. Viszont a többi az nagyon jó, a Finding Cinderella a legcukibb, az annyira egy délelőtti könyv, konkrétan ez így 2 óra alatt körülbelül maximum kiolvasod, de nagyon-nagyon cuki. A Royal Család sorozat az valami fantasztikus, úgyhogy várom róla a véleményeket. Nagyon sok olyan könyvet írtok nekem egyébként komment részlekbe, amiket már beterveztem, hogy olvasni fogok. Itt van előttem az egyik, amit rengetegen írtatok, és nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy mi lesz a vége, és hogy mit fogtok róla írni, hogyha elmesélem nektek, hogy olvastam. És még egyszer szeretném elmondani nektek, mint az előző videóban, a Goodreads linkem lent van a leírásba, hogyha van nektek is Goodreads-etek, akkor ti is tegyétek le a linketeket a leírásba, mert meg szeretném nézni a tieteket is. És köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, és a következő részben találkozunk. Sziasztok!